tisztelt elnök úr, tisztelt kongresszus, igen tisztelt küldöttek, hadd kezdjem elsősorban azzal, és nagyon jól jött a film, amelyet az előbb láttunk, beleértve a pelecsenyi hagyma szobrát a filmnek a kellős közepén, hogy a Szórvány frakció nevében és saját magam nevében nagy-nagy szeretettel, tisztelettel és barátsággal megköszönjem a szilágysági házigazdáinknak, a Szilágy megyei RMDS-nek, a helyi szervezeteknek mindazt a barátságot és azt a vendégszeretetet, amit nem csak ma, hanem tegnap is és tegnap előtt már itt tapasztalhattak az RMDS kongresszusának a küldöttei és jó magam. Nem hátrálunk meg, ez egy nagyon-nagyon-nagyon találó mondat, találó gondolat az RMDS életére, akár a Párciumban, akár a Székelyföldön, akár a Bánságban van, a Szórványban élnének a magyarok itthon, de talán a Szórvány közösségekre még inkább talál ez a gondolat, hiszen ha valamiről, akkor nálunk a munka a konokságról szól, mindig kevesebben vagyunk, mint ahányan kellenénk ahhoz, hogy igazán életbe tudjuk ültetni a vágyainkat, a kívánságainkat, és akkor mindig segítségre van szükségünk. Így történt ez a legutóbbi két parlamenti választás alkalmából is, amikor tulajdonképpen gyakorlat született abból, hogy a Szórványnak is parlamenti képviselet lehetősége nyílik meg, azáltal, hogy a székelyföldi megyék szolidaritást mutatnak fel irányunkban, és ezt a gyakorlatot mától itt az Ilahi Kongresszuson reménységünk szerint alapszabályzatban lehet majd rögzíteni. A Besztercei Magyar Szórvány napján született meg az a kérés, született meg ott a Magyar Szórvány napján résztvevőknek a részéről ez a kívánság, ez a kérés, ami tulajdonképpen nem egyéb, mint egy nagyon fontos jelzés a Szórvány számára és az egész magyar közösség számára. Arról szól, hogy a szervezetünk és tehát a közösségünk is képes a belső szolidaritását megtartani és meg is szilárdítani. Nagyon szépen példázza ez a döntés azt a szlogent, ami valamikor szlogenünk volt, de hát nem csak az, a minden magyar számít igét nagyon jól példázza ez, hiszen mindannyian tudjuk, hogy azokban a megyékben, ahol a magyar közösség Szórványban él, azokban jóformán lehetetlen a parlamenti képviselet megszerzése egyedül. Ezért fogalmazok úgy, és fogalmaztam úgy, hogy mérföldkő az Ilahi Kongresszus a Szórvány életében. Nagy tisztelettel tehát és nagy reménységgel fordulok a kongresszusi küldöttekhez, támogassátok szavazatokkal a módosítást, és mivel belém folytják a szót, így jár a Szórvány, mindig belünk folytják a szót, hát azt, azzal fejezném be, hogy Európában is a szolidaritás vezet sikerre, itthon is ez a siker útja. Nem hátrálunk meg!